Na, köszöntök mindenkit, én Gergő vagyok, és itt is vagyunk a Skyblock sorozatunknak a második részében. Hát láthatjuk, hogy történt egy kis változás, szerencsére itt telt az idő, és kinőtt már egy darab fánk, úgyhogy végre ki tudjuk vágni, és ugye a fáink száma az megduplázódott. Úgyhogy ez már tök jó, reméljük, hogy jó sok saplinget kapunk, és akkor azzal arányosan egyre több fánk lesz majd. Úgyhogy ezzel már egy egész szép házat fel tudunk majd építeni. Hát ugye annyi van, hogy valószínűleg a házunknak nem lesz üvege, azt nem tudom, hogy a Skyblockba hogy fogunk tudni szerezni. Ugye ott tudnánk üveget szerezni, ahol van a kis homokszigetünk, viszont azzal az a probléma, hogy azt nagyon be akarom osztani a homokot, tehát elég nagy pazarlás lenne szerintem abból üveget csinálni, mert igazából ez csak esztétikai elem. Bár mondjuk, hogy ha akarunk majd falusít, akkor valószínűleg kell, hogy legyen üvegünk. Ja nem, nem kell, mert ugye boszorkányjal fogjuk megoldani, mivel hogy nincsen Blaze a játékban. Ugye az előző részben már megszereztünk egy darab küldetést, úgyhogy most már megvan a kavics király rangunk. Közben kaptunk plusz még egy saplinget. Szerintem menjünk rá a tölcsemetére, aztán ez még úgy egész reálisnak tűnik, talán viszonylag hamar el fogjuk tudni érni. Igen, itt szépen beteltek a helyek, nem baj, akkor addig kidobunk ide még egy facsemetét, hát a kinő. És lassan meg kéne céloznunk a homokszigetet, és ugye elvinni az ott lévő dolgokat, most ezt egyelőre még, amit az előbb kivágtunk, azt nem fogom átalakítani normál felve. Közben egyébként azt nézem, hogy nincs hangja a játéknak. Nem tudom, hogy ti hogy fogtok így hallani, szóval egy kicsit így lejjebb veszem mondjuk 12%-ra. Úgyhogy így talán nem fog annyira bezavarni. És szépen szerezzünk perkeből a stone-t. Lejjebb veszem még egy kicsit, mondjuk 5% az már szerintem biztos nem zavar be. Ezt elfelejtettem letesztelni videóindítása előtt, hogy ugye hogy lenne jó a játék hangja, tehát remélem, hogy így én is fogok hallatszódni. Majd úgyis visszanézem, és akkor beállítjuk úgy, hogy jobb legyen. Oké, csak leteszteltem. Elvileg így jó lesz. Most egy kicsit feljebb vittem a hangerőt. Ugye azért muszáj volt megnézni, hogy nehogy az legyen, hogy itt leforgatom az egész videót, mert tök menőn fog kinézni a bázisunk, és akkor egyszer csak kiderül, hogy egyáltalán nem hallatszódok. Vagy hát ilyen nagyon némen, de úgy néz ki, hogy ez így rendben lesz. Egyébként úgy tervezem, hogy ebből a sorozatból viszonylag gyakran fogok felrakni videókat, tehát lehet, hogy akár naponta egyébként ezt nem annyira vészes elkészíteni, meg tetszik is ez a túlélő, úgyhogy ezzel sokat akarok játszani, tehát mindig, hogyha van szabad időm. Amúgy majd szeretnék még pár ilyen tech bemutatót is csinálni, van pár cuccom, ami elég érdekes, tehát ilyen használt tesztek azok jók lehetnének róla, úgyhogy ezt majd mindenképp fogok készíteni. Mert úgy nagyjából meg is van az, hogy mikről fogok ilyen teszteket csinálni. Viszont ezeket még egyelőre nem mondanám el, mert nem akarom leszpoilerezni a többi videónak a tartalmát. Na, csináljunk per félblokkot. Oké. Ó, hát ez tök jó. Csak este van, úgyhogy szépen elkezdenek majd jönni a szörnyek. Egyébként a régi Skyblockban itt ezen a szigeten volt valahol egy bedrock, remélem, hogy itt is van ilyen. Mégpedig azért, mert hogyha ezen van, akkor az azt jelenti, hogy oda át tudjuk majd helyezni a kis cobblestone generátorunkat, és ott például ilyen meg lehet oldani, hogy mondjuk valamit rárakok az egére, és akkor magától szedi ki a követ. Ugye, hogyha nincs alatt a bedrock, akkor az lehet a probléma, hogy van olyan, hogy túl késő jön vissza a kő, kiüt, és akkor ugye kiesünk a világból. Úgyhogy ez nagyon jó lesz egy ilyen kis bedrock generátornak, vagy az ugye a cobblestone generátornak. Az a baj, hogyha én most itt eljövök nagyon messzire, és nincs kivilágítva, akkor tuti, hogy valami ide fog jönni, mondjuk egy kellemes kis csontváz, ami visszalő minket. Azt nem annyira akarom megkockáztatni. Mert ugye elég fontos dolgok vannak azokon a szigetem, amit csak egyszer szerezhetünk meg, tehát igazából, hogyha azt ott elrontjuk és leesek az összes cuccal, akkor a túlélőnknek annyi lehet. Tehát akkor már biztos, hogy nem fogjuk tudni teljesen kimaxolni.
Kaktuszt egyébként még lehet máshogy is szerezni benne, de az már nagyon-nagyon macerás lesz, tehát ott már falusiak kellenének hozzá, és akkor ugye néha jön egy ilyen vándorkereskedő, és attól tudnánk. Szerintem csinálok 4 darab szenet, és abból már tudunk fáklyát készíteni, abból lesz 16 fáklya, az biztos, hogy elég lesz erre a célra. Egyelőre szerintem még 4 fáklya is elég, azzal egy ideig már ki tudjuk itt virágítani a kis szigetünket. Tökély. Szerintem ide a közepére bedobunk egyet. Aha, ez így már elég nagy fényt ad, oda még jöhetnek, de nem baj, onnan nehezen tudnak lelökni, úgyhogy nyugodtan jöjjenek. Igazából az nekem csak jó, hogyha jönnek szörnyek. Addig, amíg nem löknek le innen. Egyébként egész szépen közeledünk ehhez a szigethez. Viszont vigyázni kell majd vele, ugyanis hogyha kinyitjuk a ládát, vagy a bármit kiütök, akkor konkrétan az egész szigetünk ki fog esni a világból. Nem is szabad teljesen egybeépíteni itt a dolgokat. Ha, nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan odaírunk. Tök jó, aha. Nincs alatta semmi. Sima homok. Azt mondja, hogy 2 blokknyi hely van. Még na, ide már nem szabad ráépíteni semmit. Nem, valahogy olyan nagyon ügyesen meg kell oldani, hogy alá tudjunk pakolni szintén ilyen fél blokkokat, és akkor arra minden le fog esni. Először a kaktuszt kéne kiütnünk, és akkor utána a ládát, mert ugye a kaktusz az kiütődik és leeshet a világba. Most addig egyelőre nem lesz vízünk. Oké. És itt sem mindegy, hogy ezt hol fogjuk lerakni. Mennyire értékesek a cuccaim? A Wither az eléggé értékes. Jó, ez így nagyjából okénak tűnik. Vödröt azért visszarakom, mielőtt itt bármit elkezdek csinálni. Hogyha lezuhanunk, akkor ez ne vesszen el. Tehát itt igazából, hogyha ez a pár kőblokk meg a facuccok elvesznek, az nem baj, az könnyen pótolható lesz. De hogyha a vödrünk veszik el, akkor nagy baj van. Tehát 3 vasat azt elég nehéz itt összeszedni. Oké, és akkor most el kell kezdeni liftezgetni. Hát ez nem egy egyszerű procedúra. De működik. Oké. Tök jó. Jó, és lett is egy helyünk, ahová már tudunk építkezni. Nagyszerű, és szerintem még ilyen egész blokkos helyünk lett, így van, pont jó helyre raktuk le a fél blokkunkat. Jó, és akkor nagyon ügyesen és taktikusan alássuk. Jól néz ki, hogy esik ki a víz a világból. Nagyon régen skyblokkoztam, de amikor legelőször elkezdtem, akkor belefutottam ebbe, hogy úgy voltam vele, hogy ez úgyis így megvan csinálva, nem fog lezuhanni, aztán az egész szétesett. Oké. Hát csak nem fogunk tudni felugrani. Talán így. Hoppáré, nem működik. Ajjaj. Kell még egy kicsit emelgetnünk. Így van, meg is van, nagyon szuper. És most fogunk egy szép nagyot esni. Hoppá, azt hittem, hogy le fog esni az egész sziget. Na ez egyelőre nagyon jó hír. Plusz az is nagyon jó hír, hogy lesz még egy ládánk. Úgyhogy most már sokkal több helyünk van, és ugye innentől kezdve már tök magunk. Dinnyénk, obszidián, úgyhogy innentől kezdve már le tudunk mászni a Netherbe. Elég sok értékes cuccat kaptunk. Na és kiderül, hogy itt már nem esik le. Akkor lehet, hogy csak a legelső skyblock volt ilyen, nem is kellett volna leesnünk, de jobb félni, mint megijedni. Oho, dehogy nem! Jaj! Hú! Aha, jó, hogy leestünk. Ez csúnya vég lett volna. Nem tudom, hogy mi miatt volt az, hogy egy ideig nem esett le, aztán igen, de akkor úgy néz ki, hogy itt
vigyázni kell ebbe az új Skyblockban is, szóval ha elkezditek, akkor erre figyeljetek. Egyébként remélem, hogy nem esett le sok homok. Bízok benne, hogy nem. Oké, 27 darab homokunk van. Az úgy már egész jó. És dinnyénk is van, úgyhogy... van olyan küldetés, hogy dinnyét kell gyűjteni? Nem. Répa és krumpli az, amit gyűjteni lehet. Ugye dinnyés küldetésünk az nincsen. De nem baj, azért kaja forrásként jól fog ez jönni. Hamarosan majd át is költöztethetjük a dinnyét, csak nem akarom lerakni itt a cobblestone generátorhoz, mert attól félek, hogy kigyulladhat, és akkor elveszik, ugye egy darab dinnye magunk van. Jó, és akkor a láda, azt szerintem mehet áthelyezésre is. Az új ládánkat már ide rakom. Jó, és akkor hoztatjuk szépen a kis vizünket. És akkor utána lebontjuk azt, amit csináltunk, kivéve egy kis részét, mert úgy terveztem, hogy egy kicsit távolabb meghagyok egy részt, és kiépítek egy jó nagy placot, és akkor az egy ilyen szörny rész lesz, nem lesz egyáltalán kivilágítva, és akkor éjjel oda tudnak jönni a szörnyek. Ami jó lenne, mert ugye kezdünk éhezni, és kéne kaja, viszont azt csak úgy tudunk szerezni, hogyha már van pókfonalunk, mert akkor tudunk horgászni, vagy pedig ugye, hogyha dinnyét termesztünk, de az elég időigényes. Jó, most már igazából, ha lezuhannánk, akkor nem lenne akkora nagy gond. Most nincs nálunk semmi olyan, ami pótolhatatlan. Aha. Húha. Azt nem gondoltam át elég jól. De most sajnálom, hogy nincsen horgászbotom, mert esőben egyébként sokkal jobban kapnak alak a Minecraftban, meg egyébként azt hiszem, hogy jobb cuccokat is lehet kifogni. Tehát lehet, hogy ki tudnánk fogni mondjuk egy erőötös íjat, például, vagy mondjuk egy nagyon jó horgászbotot, vagy esetleg egy nyerget. Igazából, ha egy nyerget kifogok, akkor azt hiszem, hogy teljesítek egy... Basszus! Na igen, ezért raktam el a vödröt. Ugye raktam. Ó, oké, hála égnek. Na hát igen, elővigyázatosnak kell lenni. Úgyhogy jó, hogy elpakoltam a vödröt, most ez ugye nem pótolhatatlan, amit itt elvesztettünk. De hogyha nálam lett volna vödör, vagy ezek közül bármelyik, ami értékes, akkor ez most kellemetlen lett volna. Így is kellemetlen, csak kevésbé. Így még könnyen pótolhatjuk a cuccokat. Igen, hardcore-t az direkt nem kezdtem még el, mert annyit nem játszottam egyébként, hogy értelme legyen elkezdeni, tehát most lehet, hogy vége is lett volna a sorozatunknak, hogyha ez hardcore. Bár ugye akkor mindig úgy elnék hozzá, hogy úristen, bárhol meghaltok, tehát akkor valószínűleg ilyet nem csináltam volna. Ugye itt a küldetés néztem, hogy meg, igen, nyereg az kell hozzá, plusz horgászbot, tehát ezeket a küldiket kéne most megcéloznunk. Kapát azt sajnálom, azt nem kellett volna magamnál tartani. Jó, viszont közben szerencsére lett még egy fánk, sőt kettő fánk is, váó. Csak úgy dúskálunk a fánkban, ezt egyből ki is vágom. És ezt is el fogjuk rakni, nehogy az legyen, hogy amikor szedjük fel a cuccokat, akkor itt elveszítsünk mindent megint. Oké, ezek itt szépen maguktól ki is fognak esni, lesznek saplingjeink, és már van egy rakásfeng. És mehetünk is vissza a cuccokért.
Egyébként aki még nem skyblockozott, de szerintem már mindenki, vagy hát az emberek nagy része az játszott vele, most már elég retrónak számít, tehát már nagyon régen jött ki a skyblock, szerintem egy 10 éve jelent meg talán ez a játékmód. Itt igazából három fajta sziget van ebben. Van egy sziget, ugye amin indulunk, utána van még egy sziget, ahol most voltunk, tehát ugye egy ilyen homokos sziget, és van egy pokolban lévő sziget, ahol majd plusz cuccokat tudunk szerezni. Igazából ez a három hely van, ahová el tudunk jutni, és minden más nekünk kell kiépíteni a játékban, ami egyébként szerintem elég izgalmas. Na jó, hogy itt egy pók meg egy boszorkány összefog. Próbáljuk meg úgy, hogy egyiket se lökjük ki a világból. Ujjajjaj, hát persze, hogy a mérgezést